Új táblákat helyeztek ki Kistelek több területén. Erről kérdeztük Tódor Sándor városrendészt. Több új jelzőtábla is kihelyezésre került Kistelek több területén. Erről kérdezzük Tódor Sándor városrendészt. Köszöntöm Önt. Miért is pont ezek a táblák kerültek kihelyezésre? Mit tudhatunk róla és hol vannak ezek? Először is abban azzal kezdeném, hogy sajnos Kistelek is ugyanolyan település, mint a közlekedési morál szempontjából, mint bármely más ilyen nagyságú település Magyarországon. Egy negatívum még hozzájön, ugye, hogy egy rendkívül nagy az átmenő forgalom is, ami sajnos ezen a helyzeten még ront is. Az egész onnan indult ki, hogy volt egy lakossági észrevétel javaslat, hogy nem ki lehetne hasonló táblákat helyezni, figyelemfelhívó táblákat, mint ami az országban több városban is található. Megvizsgáltuk, hogy hogyan lehetne, hova lehetne kihelyezni, és ez alapján találtuk meg ezt a kinézetű táblát, mert több fajta is van ebből a témából, és utána megnéztük azt, hogy hova lehetne egyáltalán kihelyezni, mert hova lenne célszerű. Itt kihangsúlyozom, hogy ezek figyelemfelhívó táblák, tehát nem azt jelenti, hogy ez alapján büntetnek bárkit is, csak szeretnénk felhívni a figyelmét a kerékpárosoknak arra, hogy csak akkor van elsőbségük, amennyiben leszállnak. Ez csak azokra az zebrákra vonatkozik természetesen, amelyek mellett nincs külön kijelölt kerékpárút, mert ott ugye fokozott figyelemmel átkelhetnek kerékpárra ülve is. Azokon az zebrákon, mint itt is található a körfogalomnál az Árpád utcán, itt nincs kijelölt kerékpárút mellette, tehát itt le kell szállni ahhoz, hogy elsőbségük legyen, hogy érvényesíthessék az elsőbségüket. Mint mondtam, két helyet jelöltünk ki, az egyik ez az Árpád utcai körforgalomnál lévő. Itt tekintett arra, hogy itt rendkívül sok iskolás gyerek is megy keresztül, és hát ha két okból is a gyerek is észreveszi, meg hát ha a szülők is ráveszik a gyerekeiket, hogy olyan gyermekem, szállj már le, légy szíves a kerékpárról. A másik ilyen jelentős hely a sportcsarnoknál van, ott sajnos már baleset is történt korábban, ott egy idős férfit pont elütöttek el, amikor a kerékpárról közlekedett, és emiatt választottuk másik helyszínnek a sportcsarnoknál lévő zebrát. Mint mondtam, ezek a táblák figyelemfelhívó táblák, ezen túlmenően szintén lakossági kérésre a régi Pusta utcára is kikerült egy 30-as tábla, ami ez egyértelműen helyeslően hozzájárult a Kistelekváros testülete is, mivel ott is sajnos a lakossági jelzések alapján rendkívül sokan autópályának nézik az utcát, és igen gyorsan közlekednek, és lakossági kérés volt, hogy az utca mindkét végére kikerüljön egy 30-as sebességkorlátozó tábla. Lakossági kezdeményezés alapján lettek ezek, hogyha bármilyen a lakosságnak ilyen kérése vagy észrevétele van, akkor Önt hol találhatják meg? Természetesen, mint már az írott médiumban is megjelent, szívesen várjuk a lakosság észrevételét, mert sajnos nincs olyan ember, aki mindent észrevesz, és a lakosság részéről, aki sokat közlekedik adott helyszínen, azokat az anomáliákat, közlekedési táblákat észreveszi, amire esetleg felújításra szükséges, vagy esetleg más tábla kihelyezése szükséges. Ez nagyon szívesen várjuk a segítségünket, és akár az én telefonomra, akár az e-mail címemre nagyon szívesen várok bárkinek a jelzését. Végül is ketten maradtak Isten és a bor címmel nyílt időszaki kiállítás az Ópusztaszeri Emlékparkban. A megnyitó stábunk is részt vett. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark végül is ketten maradtak, Isten és a bor című időszaki kiállítását nyitotta meg áprilisban. A megnyitón az emlékpark igazgatója, Kertész Péter köszöntötte a megjelenteket. Gondűző borocska mellett vígan illan életem, gondűző borocska mellett sors, hatalmad nevetem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim, engedjék meg, hogy az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark összes munkatársa nevében ez a Petőfi Sándor idézettel köszöntsem Önöket, hiszen az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark egy ünnepi alkalmán veszünk most részt, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és megtiszteltek jelenlétükkel. Végül is ketten maradtak az Isten és a bor című kiállításunk megnyitóján. A vendégek számára most már szinte hagyomány, hogy az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark az állandó tárlatai mellett mindig valami különlegességgel, egy-egy időszaki kiállítással kezdi a szezont. Az Emlékpark szabadtéri néprajzi gyűjteményében immáron évtizedes múlttal rendelkező hagyomány, hogy minden évben megjelenik a bor, a szőlőművelés, a szőlőkultúra,
a Csongrád-Csanád megyei vármegyei agrár népességnek ugye valamiféle történetiségét bemutató és a borkultúrával kapcsolatos rendezvénye, programja, kiállítása, hogy csak néhányat említsek, ilyen a minden évet megnyitó Szent Vince napi veszővágásunk, amelyet a Szent Vince borrenddel közösen szoktunk megszervezni, de említhetném akár a szabadtéri néprajzi gyűjteményünkben megrendezésre kerülő borszűrő Szent Mihály Születés Iparosok Napja rendezvényünket is. Ezért gondoltuk, hogy az idei évet, az idei szezont szintén egy borral, borkultúrával összekötő kiállítással nyitjuk, és azt gondolom, hogy az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparknak fontos feladata, mint a nemzeti összetartozás helyszínének is, szimbolikus helyszínének, hogy egységesítse gondolatban és szellemben a trianoni békediktátum által széttagolt Magyarországot, és hogy egyszerre mutassuk be a Trianon előtti borvidékeket és a hozzá kapcsolódó bortermeléshez és borkészítéshez kapcsolódó eszközöket. A mai kiállítás megnyitón több vendéget is köszönhetünk. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem Farkas Sándort, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkárát, miniszterhelyettest. És külön köszöntsem dr. Mód László néprajzkutatót, a Szegedi Tudományegyetem néprajz és kutatás antropológiai tanszékének munkatársát, aki ez a kiállítás tulajdonképpen szellemi atya volt, el is mondhattam. Az itt megtekintendő kiállítás két részből áll. Az egyik rész egy tablókiállítás, amely bemutatja a Magyar Királyság történelmi borvidékeit. A kiállítás másik része pedig egy tárgyi anyagból áll, amely Szanka József magángyűjtő által összegyűjtött anyagok, a nagy része, illetve más gyűjtők által is rendelkezésünkre bocsájtott tárgyi anyagokat tekinthetünk meg. A kiállítás kurátora Pataki Andor, az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark munkatársa, az itt látható tárlat az ő elképzelése alapján készült, az ő munkáját segítették az Emlékpark múzeumi csoportjának munkatársai Gál László és Szabó Dénes Kristóf. Engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjem az ő munkájukat, illetve szeretném még megköszönni Vargáni Zsibók Piroskának, illetve Kremper Attilának és az ő munkatársainak azt, hogy ez a kiállítás és a tárlat ma létrejöhetett, és ezen az ünnepi alkalmon ilyen szép kiállítással várhattuk önöket. A megnyitó után egy borkóstoló következik, ami a Kárpátia Borház jó voltából biztosítottak számunkra, és engedjék meg, hogy itt puskázzak, hiszen Telek János szomelié borász fogja bemutatni a borokat, Abonyi Natália segítségével, akik a Kárpátia Borház munkatársai. Szeretném nagy tisztelettel felkérni Farkas Sándor miniszterhelyettes urat, hogy ossza meg velünk gondolatait, és nyissa meg a kiállítást. Majd Farkas Sándor, országgyűlési képviselő, folytatta. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszönöm a lehetőséget, hogy a nagyszerű kiállításnak a megnyitó pillanatában itt együtt lehetek önökkel. Még mielőtt a előre elkészített beszédemhez hozzáfognék, engedjenek meg egy kicsit talán személyes gondolatot is. Éppen tegnap volt a napja, amikor tegnap is volt a napja arról, hogy a Kárpát-medencei borvidékekről beszélgessünk a kollégákkal, barátokkal, és egyre jobban érlődik bennünk az a gondolat, hogy valóban a Kárpát-medencében lévő hagyományokat és a Kárpát-medencei borkultúrát olyan módon kell megismertetni és megmutatni a mai kornak, amelyre eddig nem volt példa, és talán sikerül nem csak a boron keresztül, hanem a különböző termesztési módokon át, és nem utolsó sorban talán sikerül egy olyan kertet létrehozni,
ahol azok a hagyományos, nagyon régi magyar szőlőfajták bemutathatóvá válnak. Ugye Magyarországon van hasonló, nem a szőlőbe, hanem a gyümölcsbe, Zala megyében egy kert, ahol az ősi magyar gyümölcsfélék fellelhetők és megtalálhatók. Én úgy gondolom, hogy most már, hamarébb el kellett volna jutni erre a szintre, hogy a szőlő, azok a nagyszerű szőlőfajták, amelyek megmaradtak még egy-két tőke vonatkozásába, bemutathassuk, megtartsuk az utókor számára, és ezzel is azt a identitásunkat, azt a nemzeti identitásunkat, elkötelezettségünket, együttműködésünket, szolidaritásunkat, mely a Kárpát-medencei magyarok között kialakult és erősödik, ezzel is járuljunk ahhoz hozzá, hogy valóban ez az értékünk hosszú-hosszú nemzedékeken keresztül még fennmaradhassék. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, természetesen ez volt a napi aktualitása ennek a gondolatnak, de néhány ünnepi gondolata is meg szeretném osztani a gondolataimmal önöket, hogy kenyeret termessz a földből, és bor vidámítsa föl az ember szívét, olvashatjuk a Zsoltáros könyvben. A szőlő és a bor mindig is a kultúra teremtő szereppel bírt az európai civilizációban, és ugyanúgy kiemelt szereppel bír szakrális életünkben is. Köztudottan első nagy borász, Noé apánk volt. De azt is tudjuk, hogy azok a férfiak, akiket Mózes elküldött Kánaán földjére, hatalmas szőlőfürttel tértek vissza, jelképezve a kánaáni bőséget. A gazdag szőlőtermés mindig bőséget jelentett. A Kárpát-medencének is tökéletes klímája van a szőlőtermesztésre, ezen belül is különleges mikroklímákkal, részmikroklímákkal, ha szabad így fogalmazom, rendelkezünk. Ez az előnyös helyzete tette a szőlőtermesztés egyik központi helyévé az antikvitástól kezdve napjainkig. Persze nem volt ez szakadatlanul diadalmenet, hisz megszakította ezt a munkát a tatárjárás, a török hódoltság, később pedig a filoxéra, és talán még az elmúlt szocialista korrendszer is nagyot ártott ennek a kultúrának. 150 éve lesz, hogy 1874-ben Magyarországot is elérte ez a betegség, vagy kártevő, a filoxéra járvány, amit angol kertészek hoztak be Amerikából, és ez végig söpört egész Európában. A filoxéra egyedül 75%-nál magasabb kvarctartalmú, löszös, homokos talajon nem tudott megélni. Ez volt a példája az Alföld jelentős részének. Ez a kártevő az európai szülők tőkéknek közel a 80%-át írtotta ki. Erről éppen itt egy tabló van is, hogyha majd a figyelmüket fölhívhatom a későbbiekre. Ez a pusztítás nem állt volna meg, ha nincs egy magyar ember, egy nagy magyar ember, aki hajt, bajt látva nem kétségbe esett, a szőlőtermesztés feladását választotta, hanem grandiózus nemesítési munkához kezdett a löszös homokos Alföldön. Ezt Matthiasz Jánosnak hívják, ezt a nagyszerű embert hívták, kecskeméti birtokát tudományos igényességgel kísérletezve korának legtermékenyebb laboratóriumává fejlesztette. Több száz szőlőfajtát nemesített ki, illetve mentett át az utókornak. Szeretnénk többek között ezeket a fajtákat is majd később mindenki számára hozzáférhetővé és megmutathatóvá tenni. Matthiasz János nem csak a Tokaj-hegyaljai borvidéket és az egész Kárpát-medencei szőlészetet élesztette újjá, de a napkeltéltől napnyugtáig, Japántól az Amerikai Egyesült Államokig eljutottak nemesítései Kaliforniába, a Krímbe, Izraelbe, és Dél-Afrikában még a mai napig is felelhetők az eredeti ültetvények, melyeket jelentős részben ő. Éppen itt ugye a Borrend tagjai, ha jól tudom, nem is olyan régen jártak pont Dél-Afrikába, őnekik biztos, hogy erről sokkal több személyes tapasztalatuk van, tehát én hiszem azt, hogy ez a munka, amit Matthiasz János végzett, az valóban világra szóló és örök életű. A mostani helyzetben az ő példája adjon erőt minden magyar borásznak és borivónak. Gyűjtsük össze, ahogy előbb említettem, értékeinket, nemesítsük tovább azokat a korunk kihívásainak megfelelően, magyarul tegyük divatosabbá, elérhetőbbé ezeket a fajtákat majd. Most ugye a nagy hét közepén emlékezzünk meg arról is,
hogy Jézus életében is kiemelt szerepe volt a bornak, mint egy keresztezve életét, ebből csodatétele a kánáni mennyegzőn volt, ahol a vizet borrá változtatta. Majd nagy csütörtökön, az utolsó vacsorán felmutatta a bort, mint vérének metaforáját. Én azt kívánom önöknek, hogy ezt a kiállítást tekintsük meg. Biztos, hogyha ezeket a tablókat végigböngészük, elolvassuk, rájövünk arra, hogy mennyi mindent tudunk, és mennyi mindent nem tudunk a borkultúránkról. A magyar nemzet, a magyar ember számára a bor, akárki, akármit mond, szerves kapcsolata van mindannyiunknak. Van, aki szereti, van, aki a sört issza, de ettől függetlenül a magyar bor, az magyar bor marad. És én hiszem azt, hogy ez a nagyszerű nedű, abból a szorgos munkából, amelyet a szőlészek, a termelők végeznek, valóban nem csak a hazai fogyasztás, hanem visszatérünk az európai piacra, vagy a világpiacra, ha nem is olyan mennyiségben, mint az olaszok, de abból a különleges élményből, azokból a különleges fajtákból készített borok, biztos vagyok benne, sőt tudom, hogy ez Európa bármely piacán megfelel, sőt fogyasztásra is ajánlják ma már. Éppen ezért fontos az, hogy visszanyerjük ezt a tradíciónkat, ne csak a, nem a tokai bor ellen beszélek, nehogy valaki félreértse, ne csak a tokai bor jelentse a magyar bort. Számtalan termőhelyünk van, számtalan borvidékünk van, a mai Magyarország és a régi Nagy Magyarország területén. Megjelent második verses kötete Cseh Veronikának. Őt kérdeztük a kötetről, a benne lévő versekről és jövőbeli terveiről. Megjelent második kötete Cseh Veronika Radikának, őt kérdezzük erről a kötetről is, hogy mi is történt vele az elmúlt időszakban. Köszöntelek itt nálunk, akkor beszéljünk erről a második kötetedről, miről is szól pontosan, hogy is jött ez, hogy ezt megírta. Ezek főleg szerelmes versek lettek most, ez adta az ihletet az utóbbi időszakban. Télen a Covid elmúlása után egy kis szobában voltam Pesten, és akkor így jött az ihlet a mindennapi alkotásra, és akkor így születtek ezek a szerelmes versek. Ezzel nagyon hamar kész lettem, egy-két hónap alatt meg is lett az egész, mert annyira jött az ihlet, annyira intenzív érzelmek voltak. Emellett több pályázatban is szerepelhettem, ami sikeres volt, köztük az Irodalmi Rádió. Facebookon szokták megosztani ezeket a pályázatokat, illetve a Google-nek van is egy honlapja, ahova felteszik ezeket a pályázatokat. Úgyhogy ennek nagyon örülök, mert ez már egy haladás szerintem a siker fele. És van egy könyvkiadó, ahol úgy néz ki, hogy pár hónap múlva le is tudok szerződni. Úgyhogy nagyon izgalmas időszak. Szóval a kötet címe az Ébredés, ami úgy jött, hogy egy ilyen álmodozó hangulatban voltam, és ez 200 oldalas ez a könyv. Illusztrálva még nem nagyon van, de arra is szeretnék több hangsúlyt fektetni. Illetve emellett jelenleg dolgozom egy gyerekkönyvön. Uh-huh. Itt már nehezebben kapok ihletet. Uh-huh. Próbálok az óvodás korosztálynak, a saját óvodásaimnak is például írni. Milyen típusú mesekönyv lesz ez ugye óvodás korosztály számára? Milyen mesék lesznek? Beszélhetünk erről is részletesebben? Leginkább mondókák lesznek, és nagyon vegyes évszakokkal kapcsolatban. Ugye beszéltünk arról, hogy elismerésekben is részesültél az elmúlt időszakban. Mik voltak ezek az elismerések? Ezek a pályázatok, amiket említettem, illetve... megkeresett a Dél-Magyar Újság is Szegedről, úgyhogy náluk is szerepelhettem.
és remélem, hogy lesz még alkalmam több interjúban is részt venni. Ugye ez már a második verses köteted lesz, az elsőről is beszéltünk. Milyen fogadtatásban részesült, mik voltak a tapasztalataid? Nagyon meglepődtek családtagok is, meg az ismerősök is, hogy így belelendültem az írásba, és ott magánkiadás volt még, és többen is kértek a kötetből. Második kötet, a jövőbeli terv, egy gyerekkönyv is. Mik még a terveid a jövőre nézve? Ezen kívül egyelőre más nincsen most így rövid távra ennyi. Jó, okay. Mellette a karrier. A pedagógiát szeretném lerakni, illetve gyógypedagógiát.